A november 12-i szociális munka napjához kapcsolódó központi ünnepségen mutatta be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szolgáló Szeretet című képesalbumot. A kötet az első segítő akcióktól kezdve mutatja be, hogy hogyan formálódott az ország egyik legnagyobb, napi 13 000 rászoruló emberről gondoskodó segítő szervezete, és eközben hogyan formálta maga is a szociális ellátást és a kiszolgáltatott emberekről vallott társadalmi nézeteket. Ezt a könyvet szeretnénk bemutatni máltai testvéreinknek, hiszen ez önmagunknak is készült, hogy megismerhessük egymás munkáját, és a nagyvilágnak is, hogy bemutatkozzunk mindazoknak, akik ilyen módon tudnak rólunk információt szerezni. A történelmi áttekintést eredeti fényképek, korabeli források és személyesen átélt történetek egészítik ki a 223 oldalas könyvben. A könyv bemutató után a Máltai Szeretetszolgálat vezetősége átadta az Ambrózia díjat, melyet munkatársai és önkéntesei munkájának elismerésére, valamint a Szent Erzsébetről elnevezett betegápoló rend volt magyarországi tartományfőnökének emlékére alapítottak 2018-ban. A díjjal a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi, az egészségügyi, valamint karitatív területen a szervezeten belül kiemelkedő munkát végző önkénteseket és munkatársakat tüntetett ki a Máltai Szeretetszolgálat.